Tehát idején ő az első szektorban is a első helyen autózó fazekas Miklóstól pedig 136 ezreddel van lemaradva. Az Aston Martinról sok mindent nem lehet tudni, elég nehéz irányítani, ezt tapasztalatból mondom. De viszont, hogyha valaki rájön a technikájára, egy gyors autó tud ez is lenni. A középső szektoron ugye már áthaladt, ott már saját magától is el van maradva, tehát ez a kör már nem biztos, hogy fog neki sikerülni. Már minden kiderül az utolsó kanyar után, amit hát el is rontott, elcsúszott az őrül, tehát így már biztos, hogy nem fog javítani. Mögött a hetedik helyen haladt, tehát az ekas is a célban, ő se tudott javítani. A hatodik helyen Marek. Szintén egy mondhatjuk új autóval, hiszen az előző futamon nem volt BMW. Tehát előző futamhoz képest új autóval, és javított is az idején, de maradt hatodik. És a 13. helyen Sullik. Elég komoly idővel autózik. És nem 13. elnézést kérek, 3. helyen. Ön maga idejénél 140 ezreddel gyorsabb, és fazekas Miklóstól is csak 18 ezred és századdal van lemaradva. Közben Papp feljön a 8-ra. Sulik érkezik a célenyelésbe, kicsit szélesen. Biztos, hogy fog javítani, nem is javított, de még van több mint 9 perce arra, hogy még fusson időt. Ugye előző futamon nagyon jól szerepelt. Közben fazekas a hetediken ismét javít. És az ötödik helyen érkezik Kökény és megkezd egy gyors kört. Tehát aki javított, az ő lehet, hogyha összesikerül neki hoznia a kört. Közben megint sárga zászló van a pályán, ami el is múlt, tehát már tudja ő is nyomni teljes gázzal. Előtte Mészáros lehúzódik. És az első mérési ponton 485 ezreddel van lemaradva. Saját idejétől is 272 ezreddel van elmaradva, tehát ebben a körben nem biztos, hogy fog tudni javítani. Közvetlen mögött a 14. helyen Mészáros autózik, aki most jött ki a boxból, tehát ő még fölvezető körül van. Sullik is kijött a boxból, újabb körre. Előtte Salamon. Salamont engedi el Mészáros. Sullik is elmegy mellette. És a 8. helyen Papp megforgatja az autót, pedig nem volt rossz külön. Vissza is tért a boxba. Egyelőre elég sokan vannak ki felvezető körön. Például 9. helyen Szabó, a második. De be is tért a boxba, vagy nem tudom, hogy mi történt vele, mert átment a falon. Negyedik helyen Nemes is gyors körön van, de nagyon nagy a lemaradása. Ötödik helyen Kökény ismét, és Szabó György kilépett a versenyből, tehát neki valami technikai problémája volt, azért ment bele a falba. Tehát ötödik helyen Kökény autózik, de az első szektorban ismét elmaradt önmagától is, illetve a fazekas Miklóstól is, és a középső szektorban sincs másképp.
A harmadik helyen Sullik is már a 8 körénél tart, az középső szektorban nagyon le van maradva, és most egy kicsit Salamon is feltartja. Tehát ez a körre se lesz a legjobb, de majd el tud menni még egy körre. 9. helyen is. Ha minden igaz és nem csal a időmérőm, akkor önmagától 220 ezrettel gyorsabb lehet. Mindjárt kiderül a célegyenes végén. Hát ez nem az a kör volt akkor, mert 896 ezreddel van lemaradva az idejétől. A második ilyen autózó Ritgasser is hamarosan áthalad a célvonalon. Magához képest javított, de nem sikerült neki javítani, nem sikerült az utolsó szektor, így marad a második helyen, és nem is tud javítani az idején. Nyolcadik helyen Pap is most kezdi meg az újabb gyors körét. Az első helyen Fazekas Miklós is megpróbálkozik meg a gyors körrel, 29 századdal van elmaradva a saját legjobb idejétől. Most halad át a célvonalon, és megjavítja a eddigi legjobb időt 40 századdal, tehát most már 1.25.23-mal áll az éven. És Sullik is áthaladt az ötödik helyen a célvonalon, nem tudott javítani, így marad az ötödik. 9. helyen Kis, aki úgy néz ki, hogy javított az idején, és javított is 300 ezreddel, de viszont marad a 9.11. helyen Szabó most kezdi meg majd az első gyors körét. Most csatlakozott csak a időmérőhöz. És van még hátra, hát 4 perc, kurván 4 perc, 20 másodperc. Csak a Szabó hamarosan érkezik az első mérési ponthoz. És hamarosan megtudjuk az időt. Hát ez egy 1,1 másodperces lemaradás, tehát ez még nem az a kör. Harmadik helyen Sullik most haladt át a célvonalon, de ismételten nem sikerült neki az utolsó szektor egy másodperces lemaradással haladt át a célvonalon. Meg van 3,5 perc hátra. Úgy néz ki, hogy most elég sok pilóta van kivezető körön. Szerintem nézzük akkor a 7. helyen Fazekast, aki most fog átaladni a célvonalon. Önmagához képest elég jó körön van. És javít is az idején 225 ezredbe, így 6. Viszont első helyen Fazekas Miklós 40 századdal gyorsabb volt önmagánál. És akkor elindult egy újabb gyors körre. És ismételten gyorsabb, már időközben Sullik átveszi a vezetést. 238 ezreddel. Tehát Fazekas Miklós már csak a második. Magához képest 13 századdal le van maradva az első szektorban, ami még az övé, tehát ott ő a leggyorsabb, és akkor a középső szektorban két
tizeddel van lemaradva. Önmagához képest pedig 48%, tehát az utolsó szektor, ami Solidnak nagyon jól sikerült. A Vekas érkezik a célegyenesbe, és hamarosan kiderül, milyen időt fut. 1.24.18, hát önmagához képest javított 104 ezreddel, és Solidtól még mindig 133-mal van lemaradva. Szépen csöndben ritkasztja, és itt a harmadik helyen autózgat. Egyelőre még nincs azon a körön, mivel javítani tudna. Negyedik helyen Malek talán, aki meg tudja majd javítani saját idejét. 147 ezreddel gyorsabb a saját idejénél. És érkezik a célegyenesre. Viszont az utolsó szektor nem sikerült neki, tehát nem tudott javítani. És a futammód még van hátra 20 másodperc. Helyezmét egy időmérőből. Közben 13. helyen haladt át az Audival. Tehát, hogy emlékszik, az előző futamon úr is sem volt. Időközben Hajósi László is megérkezik a szerverre, bár nem fog futni már egy kört. Az első helyen Solid is megérkezik. Nem tud javítani. Itt meg kim vannak a pályán, az nemes. De ő se tudott javítani itt az ötödik helyen. A harmadik helyen Ritgasser. Ő sem tudott javítani. Malek a negyedik helyen. Ő most fog ráfordulni a célegyenesre. Bár szerintem már ő se fog javítani. Igen, nem is tudott javítani, aztán a kilencedik helyen Szabó, majd a második ő sem, de ő tudott javítani. 9. maradt. És akkor még aki kint van a pályán, az Kis. Ő tudott javítani a pozícióján 10. És az idején, inkább úgy mondanám, mert maradt 10. És ha minden igaz, akkor már senki nincs kint a pályán. Mondok egy időmérő végeredményt. Az első helyen valami történt nálam. Na, most már megvan. Tehát az első Szulik Levente lett, második Fazekas Miklós, harmadik Ritgasser József, negyedik Marek Zsolt, ötödik Kötén József, hatodik Nemes Zsolt, hetedik Fazekas Bálint, nyolcadik Pap Viktor, kilencedik Szabó Kettő György, tizedik Kis Szabolcs, tizenegyedik Salamon László, tizenkettedik Szabó György, 13. Tóth Norbert, 14. Mészáros Szabolcs, és akkor majd a 15. helyről indulhat Hajósi László, akinek nem volt mérkőre, és akkor hamarosan következik a futam, addig elmegyünk egy kis szünetre.
Nincs sok néző. Nothing in the way, and this road down blood red sky, no reason to destination, just get out of ground. I take the untrodden ways, can I miss the chance? Which is the ticket? Be with the confidence. And the time is available. We'll be right back.
Hát akkor vissza is tértünk a DRF-2T, egy Laguna Seca-i immáron futamára, ami 45 körös lesz, és egyelőre várjuk a pilótákat, hogy kiérkezzenek a rajtrásra, és meg is kezdődik a felvezetőkről. Hát akkor, amíg nem érnek körbe a pilóták, még egyszer elmondanám a rajtsorrendet. Az első helyről Szúli Clemente indul, második Fazekas Miklós, harmadik Ritkosszer József, negyedik Malek Zsolt, ötödik Nemes Zsolt, hatodik Fazekas Bálint, hetedik Papp Viktor, nyolcadik Szabó 2 György, kilencedik Kis Szabolcs, tizedik Salamon László, tizenegyedik Szabó György, 12. Tóth Norbert, 13. Mészáros Szabolcs, 14. Hajósi László, 15. Kökény József, tehát ő büntetésben részesült, és azért került a 15. helyre. Na és akkor felvezető kör egyelőre ott tart, hogy a középső szektorban vannak. És pont az említett dugóhúzónál, ami egyik legnehezebb része a pályának. Nem lehet belátni a kanyart. És itt valami történt, mert Kökény nem jött ki a boxból, benne áll a boxban. Közben a mezőny meg már érkezik a célegyenesre. És akkor meg is történt az, amire számítani lehetett, újraindítják a felvezetőkört, illetve az egész utamot. Most Kökény nem tudott kijönni a boxból. Hát azt nem tudjuk, hogy saját hibájából, vagy valami más hibájából. De egyelőre akkor úgy néz ki, hogy várunk, és újra kezdődik majd a futam. És Ulrich már kinn is áll a rajtrácson, és meg is kezdődik a felvezetőkör. Kinn már a második. Majd akkor szépen lassan érkeznek a első szektorhoz még csak. Akkor ismételten még így kell várnunk, amíg mindenki majd elfoglalja a rajt pozíciót, mert ugye addig nem is jutottunk el a célegyenesig. Reméljük most már minden probléma mentesen zajlik, és egyelőre úgy is látom, hogy minden pilóta kijött a box utcából. Szépen lassan vezeti fel a mezőnyt. Már a második szektor végénél vannak. Megkezdik a harmadik szektor. Igen, érdekes, hol vannak Sulik autójának az elején. Lehet, hogy ez egy leplezett Bond Aston Martin. Na és akkor érkezik a célegyenesbe. Egy picit szét van szakadva a mezőn, de ez még annyira nem vészes. Az első sorok már felálltak a helyükre. És úgy néz ki, hogy mindenki megérkezett probléma nélkül a rajtajére, és kapjuk a lámpákat. Meg is kaptuk a lámpákat, elég jól jön elsúlik. Képesen nagyon jól sikerült neki a rajt, és ott a második, harmadik helyen Ritkosszer, illetve Fazekas kicsit csépeli egymást, de Fazekas a helyzetjelenben is úgy néz ki, hogy meg is tartotta a pozícióját. Problémamentes sima rajt volt. Hát volt egy billenvés, mint hogyha nekicsapta volna a falnak az autót, de nem volt sárga zászló, úgyhogy csak kicsit szélesítette a pályát, és a második, harmadik helyen Ritkosszer neki ment
a zekas Miklósnak is kifordítja az autót. És így visszacsúszik. Hát szerintem a mezőny végére. Mégis van 15. helyre visszacsúszik. Így elég jól sikerült neki az időmérő. Hát így az élem már elkezd elhúzni Sulik és fazekas. Nemes jelöl, aki a harmadik helyen van. Viszont fazekas Miklós és Sulik elég közel vannak még egymáshoz. Ők ketten, vagyis inkább Sulik nem tudta lerázni fazekas Miklóst is. Ott maradt a nyomában. De ugyanaz a helyzet van a harmadik helyen Nemessel és a negyedik helyen autózó Marekkel is. Nagyon közel vannak egymáshoz, sőt Marek neki csúszik Nemesnek a féktávon és meg is pörgeti az autót. Elég csúnya hívós és Szabó 2 belerongyol az autóba. Vagy Marek vissza akart jönni a pályára. Nem várta meg, mindenki elmegy. Szabó 2 György beleszágódott az autójába, hoppá, és itt is Marek egy kicsit torpedózni akar. Másik Szabónkkal most itt viaskodik is. Hát neki sem úgy sikerült így a versenyre, de úgy szerintem ott szerette volna. Már Rittgasser is előzi. Meg is elő... Hoppá, Rittgasser! Ahogy kimondta, hogy megelőzi, megforgatja ismét az autót. És... Hát, visszaesik a 15-re, hogy maradt 14-re. Úgy néz ki, hogy 14. helyet meg tudta őrizni. Nem, 15. Már 15. Legyen, mert pap van előtte a 14. ilyen. Ugye mind a ketten egyforma autóval mennek. Szóval itt az élen is, főleg inkább a közép bolyban voltak egy kisebb-nagyobb csapározások a dugóhúzóban, kisebb-nagyobb koccanások is. És időközben nem esélye a leggyorsabb kör. Tehát elkezdett visszacsatlakozni a többiekre, és az élen is változás történt, mert most már Fazekas Miklós van az élen, és Sulik már csak a második. És hogy kimondtam, a leggyorsabb kör, Nemestől már átvett a papa leggyorsabb kör. Már ott a 14. helyen nem hiszem, hogy sok mindent fog tudni majd alkotni. Közben Szabó 2-ben volt a boxon, ugye a frontális ütközést követően is már csak 15. Visszatérve az élre, mert itt azért mennek az események. Ezek a Miklóst követi szorosan Sulik. Nem hagyja olyan könnyen ezt a pozíciót. Elég simán átjönnek a dugóhúzón, itt nem volt pofoszkodás, mint az előző körben a középmezőnyben. És most ki is bújt Sulik, de még nem volt meg a kellő tempó különbség. Talán most két távon, hogyha nem tudta belső évre húzni. De itt a kigyorsítása jobb volt Sulliknek, és majdnem egymás mellett vannak az autók, Sulik rá is ül a fazekasra. És Sulliké is a leggyorsabb kör. Megpróbált szélesen kifékezni fazekast. Tehát egy fazekas Miklóst. De egyelőre nem sikerül neki előbbre keverednie. Kicsit meg is csúszik Sulik alatt az autó. Közben most ők azt szerint a leggyorsabb kör. Hátul a Fordok azért alkotnak. Most fazekas Sulik hibájának köszönhetően le tudta rázni magáról. 433 ezreddel van előtte. Közben Salamon is már az 5. helyen autózik. Hajósi a 6. Már Hajósi is elég jó kezdte a futamot ehhez képest, mert ugye az utolsó előtti 14. helyről rajtolt, és most már a 6. És őt követi a balesetet okozó Marek. De ketten BMW-vel mennek, csak kinevissék egymást. Elég agresszíven támadja Marek Hajósit. Féktávokon nagyon ráesik, ez még veszélyes is lehet, de egyelőre még biztonságos távolságban vannak egymástól. És akkor ráfordulnak a célirányra.
Hát most talán Maletnak a szélárnyék tud segíteni. De úgy néz ki, hogy nem segített. Mivel nőtt köztük a különbség. Sőt, most le is maradt tőle, tehát a hajósinak gyorsabb az autója. A célegnesben is most hibázik hajósi és megforgatja az autót. Próbál visszatérni a pályára, csak meg megvárja többieket, hogy ne okozzon a frontális ütközés, mint amit okozott Malek. És vissza is hozta az autót a 13. helyre Kökény elé. Kökénynek pedig össze van törve az autója. Hoppá, hajós ismét kint a pálya szélén így. Kökény meg is előzi őt. Már csak 14. hajósi. Ott oda tért vissza, ahonnan elrajtott, pedig elég jól sikerült neki ez a rajt. 6. helyen autózott, sőt volt 5. is. És ismét hibázik. Kökény így vissza is támad, és már ismételten előtte van. Ez az élmezőnyről is felfedezünk megmaradt, és közel vannak a pilóták egymásra, az főleg az első-második helyen. Az egy pas még most is súlyik. Mi meg mindig nem jutottak rülőre, hogy nekünk legyen az első hely. Ilyen pillanatban az egy kasét, de súlyik nagyon közel van hozzá, ilyen mest már lerázták. És most Fazekas Miklósé a leggyorsabb kör. Gyakorlatilag féktávon annyira egymásra esnek, hogy a Zulliknek nagyobbat kell fékezni ahhoz, hogy ne akadjanak össze. Egyelőre mind a ketten jól teljesítik ezeket a köröket. Na most Zullik ismét kibújik, de még nincs abba a távolságba, de követi őt elég közel. 0,3-re. 5. 6. helyen Salamon és Malek is egymás mellett. És Malek kifékezi Salamont. Nagyon közel volt egymáshoz a két autó. És most Maleké a 5. pozíció. Míg ahhoz képest, hogy milyen kalamajkába keveredett a rajta, ő is gyorsan visszatalált a pozíciójára, ugyanek. Jól emlékszem, 4. rajtolt, most 5. Az élen, az Akas Miklós kicsit lerázta magáról Zullikot. Több mint fél másodperc az előnye. Így egyelőre változatlan a helyzet, az Akas Miklós az élen és második Zullik. 3. követi őket Nemes, már elég nagy lemaradással, 3,5 másodpercre van Zulliktól. 14. helyen Rittgasser benne a boxban. Most már csak 15. 10,5 másodperces kiállásra érkezik vissza az utolsó helyre. Hát neki se sikerült ez a futam, ahogy szerette volna a 3. helyről. Kökény már a 10. ahhoz képest, hogy az autójának az elejéből egy jelentős súly mennyiség hiányzik. És a 12.-13. helyen Mészáros és Hajós és Hajós itt meglöki Mészáros hátulról. Arról lemaradt, hogy Mészáros hogy került ennyire hátra, lehet, hogy boxban volt, vagy csak hiba volt. Mert súlyik a leggyorsabb kör. Mészáros kívül, hát szerintem ez már vágásnak minősült. Dugóhúzóban megpróbálta megelőzni Hajósit, nem sikerült neki. Neki is kocott, és most hibázik is Mészáros. Szerencséje volt, hogy ott volt a betonút, és valamiért hívok. Élen továbbra is változatlan a helyzet, Fazekas Miklós az első. Zullik a második, mindig ilyen fél másodperces különbség van köztük. A Zullik egyre jobban közeledik. Most már csak 4. Mind a ketten szépen átjönnek a dugóhúzón, ismét.
Közben a harmadik helyen autózó nem este kezd közeledni fazekas. Mind a ketten ugyanolyan autóval vannak. Festésileg is, meg márkaival is. Mind a ketten McLarennel mennek. Visszatérve a helyre. Egyelőre úgy néz ki, hogy meg mindig tudja fazekas. Mégis hogy a fazekas mit fog tartani az előnyét. És ilyen követően is. Most szólik előnyben lehet, hogy a szélelmének köszönhetően, de nem jelentett neki akkor előnyt, hogy támadni is tudjon. Maradt a 4-10-er. Jobban módon most már csak 330 ezeret. És még szemre is úgy néz, mint hogy közelebb is került volna hozzá az első mérési pontot követően. Itt a hátsó kis egyenesben már szélányokból ki is bújva próbálja támadni Szulik Fazekas Miklóst. Dugóhúzón Fazekas Miklós volt a belső élen, tehát ő tudta hamarabb fordítani az autót. Kívülről lehetetlen volt megelőzni őt. De a különbség elég kicsi köztük továbbra is. Így is. Picit meg is pöcköl is volt Fazekas Miklóst. Annyira nem volt még részes. Nem veszítettek a tempójukból. Lehet, hogy Sulik egy picit veszített, mert itt ismét kapott egy pár tizedet. Közben a középmezőny, illetve a mezőny hátsó régiója már kezd elszakadozni egymástól. Talán akik még itt elég közel vannak egymáshoz, a 11. helyen hajós, és őt követi az Mészáros. Ez meg pár körrel ezelőtt is így volt. De a 14.-15. helyen is Vidgaster és Kis is közel vannak egymáshoz. Itt ugye márkatársak, sőt szerintem a csapattársak is, mert festésileg ugyanaz a fekete aranyszínű Forddal közlekednek. Visszatérve az első, második helyre. Szulik ismételten közel Fazekas Miklóshoz. Itt az egyenesben nem tud gyorsabban menni Szulik, mint Fazekas Miklós. A Ferrari gyorsabb az egyenesben, akármennyire is van szélelnék a Szuliknak. A mezőny többi részére egyelőre változatlan helyzet. Nemes a harmadik, már majdnem 6,5 másodperccel lemaradva Sulliktól. A negyedik Fazekas. Az ötödik Manek. Hatodik Salamon. Hetedik Tóth. Nyolcadik Pap. 9. Kökény már meg is lett, meg mindig a lebontott autóval. 10. Szabó. 11. Mészáros. 12. Hajósi. 13. Szabó 2. De az élem viszont Szulik megint támadta Fazekas, de most is ott tartanak, hogy célegenetben vannak, tehát itt a Ferrari megint gyorsabb lehet, és gyorsabb is. Tehát nőtt köztük a különbség a célegenesben. Féktávon megint ráásít, itt nem tud úgy kigyorsítani, de is tudjon menni mellette. Ismételten nőtt köztük a különbség. Majd fél másodperc. Most az első mérési pont már meg megint csökken. Ez folyamatosan változó. És
főleg itt a középső szakaszán a pályának tud szóli gyorsabb lenni. És bebújik mellé. De még mindig nincs meg az a tempó különbség, ugye mert egyenesben megint a Ferrari-nál az előny. Úgyhogy a Karmerokban mindig rájön szólik Fazekas Miklósra. Hoppá! Szólik elment a pálya másik irányába. Most így akkor megint távol kerültek egymástól. A 7-10 környéki, most már a különbség köztük is. A 9. helyen Szabó autózik, aki fog jönni a boxba. Most előzött meg Kökény. Kökény mára. Már... Hogy is volt? Nem, tehát Kökény még mindig a 9. Tévedés volt. Szabó közelítette őt meg. Így Szabó a 10. A 15. helyen Hajósi elrontotta a dugóhúzót. Most ér vissza a pályára. Na és Szabó nem érzel boxba? Nem, Kökény érzel boxba. Akkor volt egy kis keveredésem. Na és Kökénynek meg volt a kiállása. És minden igaz. A 15. helyre fog visszajönni, vagy a 14-re. 14. egyelőre. Most megy el mellette Hajósi. Na 15. Az élen. Élen ismét Sulli közel van Fazekas Miklóshoz, csak ismételten a célegyenes következik, ahol Fazekas Miklós megint el tud tőle húzni, viszont a leggyorsabb kör Sulli ki ismételten. Jön a pályának a kanyargósabbik része, ahol közeledni tud majd megint Sulli hozzá. De most egy picit lemaradt. Négy és fél tized, 448 ezred. És majd itt érkeznek a kisebbik egyenesünkre. Azelőtt mindig Sulli fel tud közelíteni Fazekas Miklósra, és aztán itt egyenesbe elhúz, aztán a dugóhúzóba megint tud közelíteni. A célgyönesség már közel is tudnak maradni egymáshoz, aztán a célgyönesbe Fazekas Miklós el tud húzni. Érdekes különbség a két autó között. És így is történt, hogy Sulik ott volt Fazekas Miklós szél árnyékában, de mégsem tudott hozzá közeledni, csak távolodtak egymástól. Sulik egy kicsit le is csúszott itt a ideális féktáról, de annyit nem veszített vele, hogy ne tudna Fazekas Miklós nyomában maradni. Ugye most ez a része a pályának a fő része, tehát itt ő tud gyorsabb lenni, mint Fazekas Miklós. És nagyon közel van most hozzá. De nem tud előreállni még mindig. És ismét felkanyarodnak a hátsó kisebb egyenesre. Megint tudja Fazekas Miklós növelni az előnyét, és akkor a dugóhúzó következik. Ezzel egy kicsit Sulik vissza tud jönni, és megint ugyanott vannak, bár most Fazekasnak már védekeznie kellett. De megtartotta a pozíciót, és akkor fordulnak rá a célegyenesre. Itt viszont a Ferrari-val Fazekas Miklós el tud majd egy kicsit húzni. A jelen pillanatban nem úgy néz ki. Most hozott annyit Sulliknek a szélárnyék, hogy meg tudta azt a különbséget tartani, és meg is próbálja kívülről kifékezni Sullit.
fazekas Miklóst. Ez így nem fog sikerülni, de nagyon közel van most hozzá. És mivel a pályának a középső szakaszának az első része szólik, lehet, hogy valamit össze tud majd hozni. Na most megint lemaradtak egymástól. Akkor most fordított lett a helyzet. Igen, és távolodtak is egymástól. ...627 000. És mint hogyha most Sulik egy kicsit visszalassított volna. Elékezünk a célegyeneshez. Na majd egy másodperc. Sőt, meg is van az az egy másodperc. Közben a mezőn többi tagjára visszatérő negyedik ugye meg mindig nyomás. Nem negyedik, bocsánat, harmadik, nem negyedik helyen. Fazekas csapattársa autózik, akik nem kerültek egymáshoz közelebb. Az ötödiken Mark. Hatodikon Pap. Hetedik Salamon. Nyolcadik Tóth. Kilencedik Szabó. Tizedik Szabó 2. Tizenegyedik Ritgasse. Tizenkettedik Kis. Tizenharmadik Mészáros, akinek világít a lámpája valamiért. És még ki is megy a kavicságba. Tizennegyedik Kökény. És a 15. helyen már Hajósi feladta a küzdelmeket, tehát benne áll a boxban. Egyelőre akkor 14-en vannak a versenyen. Na és az élen Sullik, illetve Fazekas Miklós között 7 tized a különbség. Fazekas Miklós javára mindig, de előző körhöz képest ez már 3 tizeddel jobb, mint ami volt. Hát innen már nehéz megjósolni, hogy mi történhet. Talán majd a boxokat követően egyszerűbb lesz a kép. Első mérési ponton szinte ugyanannyi maradt köztük a különbség, pár századot leszámítva. De ami tény, hogy a mezőnyből ők ketten vannak a legközelebb egymáshoz. A jelen pillanatban ők hozzák a verseny legérdekesebb csapaját. Természetes is, hogy az első-második helyről van szó. Viszont érdekes is, hogy a többi tagja a mezőnynek nagyon el tudott szakadni egymástól, ők ketten meg folyamatosan egymás mögött. Vagyis inkább sorozik van a fazekas mögött folyamatosan. Most is egy kicsit közelebb került hozzá aztán a célegyenesbe. Fazekas Miklós az, aki gyorsabb tud lenni. De talán majd szépen lassan Amerikán lévő Fazekasra érkezik meg Malek. De még elég nagy különbség köztük, ilyen 3,2 másodperc. Itt az inkább 3,3. Talán még annyi változás lehet, hogy az élmenők hamarosan utolérik a 14. helyen autózó kötényt. Aki meg lehet, hogy majd utoléri a 13. helyen autózó Mészárost is. Ők ketten elkezdenek egymással csapni, és közben utoléri őket a mezőny, az még megtalálhatja a dolgokat.
Na de most viszont másképpen Sullig kibújik. Következett célegyenesen ráfordító kanyar. Itt meg már nagyon sok mindent nem tud kezdeni az egyes Miklósra. Majd csak a pályának a most következő részében. Meg is próbáljuk közel tartani hozzá az autót. És hozott is rajta majdnem 2/10-et, jól lét. És akkor majd következik az a része a pályán, ahol ismét azok azt Miklós el tud tőle húzni. Mikor húzó előtti kisebb egyenes a dombbal. Hoppá, előttük még szárosa csúnyát forgott. Ezzel legalább megoldotta az elengedés kérdését. Veszített egy pozíciót. Most akkor ismételten a célegyenesben vagyunk. És Mészáros jön be a boxba. És Fazekas Miklós éri úttól kötvény. És most el is engedi őket. Hát akkor ez élen folyhat tovább a csapározás. 4/10 van köztük. Ebben a kanyarban még 1/10-et tud hozni Sullig, aztán jön az egyenes rész. És itt meg másokat veszik. De most mint hogyha jobban tudott volna Sullig kigyorsítani. Hozott 2/10-et is. Sullig ki is bújik. Külön volt a külső, amiben nem tudott támadni. Jön a főtel. De itt sem tud még közel kerülni hozzá, tehát már inkább mögötte. Gyakorlatilag kigyorsítás. De itt nem megy rá, az az egy pasmú gyors. És így egyelőre változatlan a helyzet. Viszont elég jól bírják a gumit. Nem volt kint az élmények közül senki a boxban. Ismételten visszatérve az első-második helyre. A helyközépű szakaszán vannak. Akkor itt megint nagyon közel van Fazekas Miklóshoz. De még mindig nem tudja annyira támadni, hogy előzni is tudjon. És itt ezen a részén a pályának, vagy érkeznek vissza ugye a kanyarból. Sulliknak nem is sikerült a kigyorsítás. Megindult az autófara. És Fazekas Miklós az élen. Kikérte a box kérőt, tehát lehet, hogy majd fog érkezni a kör végén a boxba, de ez még nem biztos. Jövőre megint ilyen más, hát ilyen 150 ezredet adott Sulliknak, Fazekas Miklósnak ezen a részén a pályának. És ahogy közelednek majd megint a gyors rész, az ott
az Ekasnikot megint meg tud lépni. Már most nem sikerült neki. Tétában elég közel vannak egymáshoz. Közben ott előttük Szabó érkezik vissza a pályára. Na és akkor Fazekas pedig a boxba érkezik. Itt egyelőre Szulik átveszi a vezetést. És Fazekas Miklós az évről kiáll a boxba. Még mindig második. És 9 másodperces kiállást követően érkezik vissza. Minden igaz a harmadik helyre. Így is van, a harmadik helyre érkezik vissza Fazekas Miklós. És az élen akkor Súlyik autózik, most egyelőre magányosan. Csak majd kérdés, hogy mennyit fog nyerni, illetve veszíteni avval, hogy tovább maradt ki, mint Fazekas Miklós. Temeshez képest elég szépen építgeti már az előnyét. 15,5 másodperc környék, inkább 15. Sős kirakta a box kérőt, tehát lehet, hogy ebben a körben már jön ki a boxba. Előtt egy kis is már jön ki a boxba. Igenis ő is. Tehát most fog eldőlni, hogy sikerült-e boxban Fulitnak megelőzni a Fazekas Miklóst, vagy marad a eddigi felállás. Nemes is jön be a boxba. Nemes eddig a harmadik helyen autózott a kiállások előtt. És Súlyik is érkezik vissza a második helyre, és nőtt is közöttük a különbség. Nem is kicsit. 5 másodperc környéki különbség lesz köztük. Akkor ezzel Súlyik veszített. A 6., 7. és 8. helyen Szabó, Papp és Rittgasser. Szabó 2 kijön a boxba. Ő inkább elmenekül előlük. Jó stratégia, mint akik ülöknék. És akkor 6., 7. helyen Rittgasser és Papp, ugye ők csapattársak. Rittgasseri a pozíció. Papp elhibázta a kanyarívet. És már szakad is le Rittgasser Papptól. Fazekasnak is az élen most már időt másodperc is előnye van, mint egy Fazekas Miklósnak. Nemes viszont a kiállást követően maradt harmadik, most a negyedik helyen. Fazekas most érkezik vissza a boxból. Egymást követően jöttek ki a boxba. Az 5. helyen Malek autózik, és elég közel lesz Fazekas az, aki elrontotta a box utca kijáratot. A 8. helyen Salamon is most tér vissza a pályáról. És Fazekas Miklós most éri utol Szabó 2-t, és hamarosan, elég közel van
hozzá. Egy kicsit megkavarodott itt a mezőny a kiállásoknak köszönhetően. 13. és 14-en Szabó és Mészáros küzdenek egymással, és Mészáros majdnem, hogy megkorvesztja az autót, de sikerült neki megfogni, és követi Szabót továbbra is. 7-10-es különbséggel. 4.-5. helyen is az Ekas és Marek. Marek kicsit szélesen veszi a kanyart, kimegy a shoulderre. Igen, 7-6.5 különbség van köztük. Sőt, most már 8000. És én ismételtem valahol valamiért sárga zászló van. Szerintem az a Vox utca bejárat volt. Salamon a 12. helyen benne Voxba. És be is áll. Salamon befejezte a futamot. Nem tudom, hogy miért. Tizenharmadikán autózik, így most már Szabó és Mészáros közvetlenül egymás mögött. Van 18 kör hátra a futamból, közben Mészáros megint elfékezte magát. Sikerült bevenni a kanyart. Az Ekas az élen most ment el Szabó 2 mellett, és hát gyakorlatilag ugyanígy az előnye, mint amennyi a kiállásokat követően volt, ez a 5,1-5,2 másodperc. Negyedik helyen az Ekas, illetve Malek is. Úgy néz ki, hogy egyelőre feladják az egymással való csatározgatást. Ez a 7/10-es különbség kezd beállni köztük. És a 10. helyen kérte a portót, vagy fordítva történt a dolog? Ez a lényeg, hogy közel vannak egymáshoz. Kis fordalmi Tóth Baudival versenyez. És úgy néz ki, hogy most Tóth közeledett a kisre. De egyelőre nincs meg az a tempó különbség köztük. És Mészáros érkezik ki a 13. helyen a boxból. Tehát akkor a 12.-13. helyért folyó küzdelemnek is vége egyelőre. Már csak maradt nekünk a 4. és az 5. Fazekas és Malek. De ők se közelítenek egymáshoz egyelőre. És még 16 kör van hátra a futamból. Na most egy kicsit hibázott Fazekas bizony. És el is megy mellette Malek. Visszacsúszik az 5. helyre. Nem sikerült neki olyan jól az a dugóhúzó. Ugye, amit már mondtam, az a legnehezebb része a pályának. Nyilván emelkedőről kell kifékezni, ahol nem lehet belátni a kanyart. Majd megkezd is elhúzni. Másfél másodperc környéki előnye van. A
És úgy néz ki, hogy az élen is kellett beállni ez a 5 másodperc környéki különbségben, most az időmérő szerint 5,6 másodperc a különbség, de szerintem a kör végére ez 5,2 lesz, mint ahogy szokott lenni. Közben 10. helyen már Tóth autózik, kis előtt, kis meg megpróbál visszatámadni. És most egymás mellett van a két autó célján, csak hogy kisnek nem sikerült volna jól kigyorsítása, egy Tóthi a 10. pozíció, a 9. most már. Igen, mert időközben Szabó 2 György kilépett a futamból. Hoppá! És Tóth neki megy kisnek, meg is forgatja az autót. Hát ez egy elég csúnya baleset volt. Itt volt a 10. És a 9. is. De jól látom, Tóthnak az autója meg is van sérülve. Nem is tudja bevenni a kanyart. Meg füstöl is neki a kerék, meg villog is, tehát nem tudom. Nem tudom, hogy miért villog kisre, hiszen ő meg neki kisnek. Időközben Salamon László is elhagyta a küzdelmeket. Tehát egyelőre 11-en vannak versenyben. A Tóth már alig bírja pályán tartani az autót. Szerintem inkább jobb lenne neki, hogyha bejön a boxba. De nem jön be a boxba, tehát inkább megpróbálja lehozni az autót. Ilyen állapotban van. De például előtte Kisman sokkal gyorsabb nála. Félkör alatt kapott 5 másodpercet. Az élen fazekas, ilyen 6,8 másodpercre vezet Sulik előtt. Ott köztük is csak nő a különbség, egyelőre úgy néz ki. Nemes is a 3. helyen elég távol van Suliktól, 15 másodperc környéki különbséggel is őt követi. A 4. helyen Malek 20 másodperces lemaradással. Malektól van fazekas. Hát 2,3 másodpercre. Ez nincs nagyon közel. Többi pilótáról még már nem is beszélve. Fazekas. Malektól ugye. Hát ilyen 2,5 másodperc, hogy Gasszertől 8,5 másodperc. Még Gasszer a 6. Őt követi Pap 17 másodpercre. A 7. És Papot követi Kökény 2 másodpercre. De egyelőre ők vannak azok, akik legközelebb vannak egymáshoz. Kökény 8-án majd jön be a boxba. Kökény a 9-án kis követi 42 másodperces lemaradásra. Most Kökény nem jött be a boxba. Ez a olcsó játék nekünk szó. És ott mögöttük, mint hogyha valami történt volna. Mészáros és fazekas. Valami villogás volt. Nem tudom, hogy mi volt. A 11. Tóth akkor mégiscsak megpróbálkozik ezzel a box kiállással. Majd pozíciót veszített annak köszönhetően, hogy az autója nincs éppen nem jobb állapotban.
hetedik, nyolcadik ilyen papírszkökény. Egyre közelebb egymáshoz. Ilyen egy másodperc környéki különbség van kettőjük közt. Hát, pontosan egy másodperc. És az első kanyart követően egyelőre maradt is volna ez a különbség, csak Pap elrontotta a utolsó részének a kanyarba a kigyorsítást, így nagyon közel került hozzá a kökény. Akkor ránézünk kökény autójára, időzőjelben, súlyelőnyben van. Sára alkatrész jázik arról az autóról, már futam eleje óta. De egyelőre megmaradt ez a 4000 fél másodperc. Dugóhúzót szinte egyformán veszik. Bár Pap mint egy jobban gyorsított volna ki belőle. Ez múltul érte egy Tóthot, aki jön a boxba. És kökény és Pap is elrontja a kanyarévet. Mind a kettőknek nem sikerült a kigyorsítás. 3/10 köszik a különbség. Hát idővel csak gyűlőre jutnak, ugye már csak 10 kör van hátra a futamból. Azért ennek úgyis változott már ezek. Tehát eddig 8. hely egyelőre az, ami a legizgalmasabb. Főleg, hogy 2/10 köztük most egyelőre a különbség. És hamarosan érkeznek a második szektor mérési pontjához, ahol 147 000. Ez egy rohamosan csökken, hát annyira rohamosan nem, de csökken folyamatosan. Talán, hát nem, meg kökény nem tudtam adni, de most, mint aki jobban sikerült volna neki az utolsó előtti kanyar. És kívülről forduló kökény Pap mellett. Innen nehéz lesz kigyorsítani őt. Jön 93 század köztük a különbség. Most féktávon kökény tudta beljebb húzni az autót. Pár tizeddel jobb volt a kigyorsítása. Most ő esett volna külső évre. Pap meg elrontotta a féktávot. Hanem, hogy beesett kökény elé. És most belsőből kökény megelőzi Papot. Feljön a 7. pozícióba. Most ne eljátsza azt a játékot, hogy most jön ki a boxba, amikor 5 körrel ezelőtt akart kijönni. Sietnie is kell, mert kezdi őket utolérni, hazakas Miklós az élen. Kökénynek Paphoz képest 8/10 előnye van. Tehát akik egyelőre legközelebb vannak egymáshoz a mezőnyben, az a 11. helyen autózó Mészáros és a 12. helyen autózó Tóth. Most Tóth szélesen vette az évet. Egy kicsit lemaradt tőle, mint a Mészárostól. Sőt, most már nagyon. Már 1,8.
Hát akkor, ahogy egyelőre állunk, az úgy néz ki, hogy majdnem így lesz a befutó is szerintem. Meg van 8 kör hátra. Fazekas Miklósnak az élem már 11,2 másodperces előnye van. Na, biztonságos távolságban vezet, és Szulliknak is a harmadik ilyen autózó MS-hez képest 13,7 másodperc előnye van. MS-nek a harmadik ilyen Márkhez képest 23,8 másodperc előnye van. A negyedik ilyen autózó Maletnek a fazekashoz képest 3 másodperc környék előnye van. És az ötödik helyen autózó fazekasnak Ritkasserhez képest is 3,5 másodperc előnye van. Senkit nem tévesszem meg, hogy mögött egy fekete arany Ford közlekedik, mert azt is, és kis után jön majd Ritkasser. Ritkassernek a hatodik helyen a kökénnyel szembe 26,5 másodperces előnye van. És így változik folyamatosan a különbség, tehát ugye a hetedik helyen kökény autózik már, most került fel a hetedik helyre, megint kitérte a box kérdőt, már ebben már nem bízunk, és a nyolcadikon van ugye Pap. Már 2,5 másodperccel van tőlem lemaradva. Ezért csak megvárjuk, hátra bejön kökény a boxba. Na és a változatosság kedvéért kökény a hetedik helyen érkezett volna a boxba, csak mert le akarta vágni a box utca bejáratot, belerongyolt a gumifalba. Hát akkor egy kicsit többet fogják szerelni az autóját. Bár ahogy elnézem, 8. helye így sincs veszélyeztetve. 9,5 másodperces kiállása volt. A 8. autózik is előtt, hogy mögötte kis van. 27,5 másodperc körül. Na most kökény megint elrontja. Soder ágyban jött vissza a box utcából a pályára. Meg mint hogyha füstölne az autója is. Szerintem azt a 6 kört már meg tudja oldani. Majd én megpróbálom a mezőny többi részét átnézegetni, hát ha valami érdekes történhet. Itt az ötödik helyen fazekasra kezd közelíteni Ritkasser 1,2 köztük a különbség. Tehát, hogyha még van 5 kör hátra, meg simán utol tudja őt érni. Hogyha tudja tartani a tempót, most 9-10 köztük a különbség. És egyelőre ez a 9-10 meg is marad, elég lesz ennek nem sikerült annyira jól a dugóhúzó. Az a kérdés, hogy a Ford mennyivel tud gyorsabb lenni a McLarennél a célegyenesbe, mert szerintem kb. Ugyanolyan gyorsak. És a különbség 7,1. A mezőny többi része már igencsak leszakotozgatva egymástól autózik. De
hát ami nekünk egyelőre itt érdekes, az 5.-6. hely. És meg Fazekas Miklós léven fut egy leggyorsabb kört. Na és akkor újra az 5.-6. hely. Fazekas és Idgasser. 3/10. És még van hátra 4 kör. Most viszont Ridgasternek sikerült jobban a dugó húzó. Majdnem neki is ment Fazekasnak. Féktelva megpróbál bevonni, de ez még egy kicsit korai lett volna. Az utolsó kanyar. Szélegyenes. Itt már csak azon múlik, hogy ki tud jobban kigyorsítani, de szinte minden annyi a különbség. 307. Idgasser kívülről megy rá a fékára. Fazekas pedig bévülről megpróbálja védeni az éveket. Ismételten nagyon közel vannak egymáshoz. Idgasser megint kibújik, aztán vissza. Egy kicsit előhez tudott jutni Fazekas, hogy szélesebben vette a kanyart. Itt ezen a pontján a pályának ismét Idgasser közeledik hozzá. És be is bújik bévőre. Egymás mellett autóznak, és a féktávon egyelőre Idgasser be tudja hozni Fazekas elé az autót. És feljön az 5. helyre. És meg van hátra 3 körünk. És Idgasser már lép is meg. A 12. helyen Mészáros benne box van. Jánc és fél másodperces kiállást követően érkezik vissza a 12. helyre. Közben, ami a kiállásokat illeti, az első 8 helyzetig mindenki egy kiálláson volt, aztán 8-on, kötény 2-n, 9-en 2. Ó, 9-dik. Szóval, kiállások. Tehát a 8-on kötény 2 kiállással van. Az előtte autózók egy kiállással, aztán 9-en kis 2 kiállással. 11-en is kis, és Tóth 2 kiállással van. És ha minden igaz, Mészárosnak van 3 kiállása. 12. helyen. Ő rendelkezik egyelőre a legtöbb kiállással. És Fazekasnak még van hátra, tehát Fazekas Miklósnak van még hátra 7 köre. És 13,3 másodperccel vezet Sulik előtt. És hamarosan megkezdi az utolsó körét. Így is van Fazekas Miklós az utolsó körön. Előtte Mészáros tér vissza a pályára. Az első szektorban halad egyelőre. Mészáros elengedi, megköszöni. És akkor most érkezik Fazekas Miklós az első szektor végére. Már a középső szektorban van. Jön két nagyon gyors kanyar. Először a lassabb, utána egy gyorsabb. És akkor a hátsó rövidebb egyenes. Majd a dugóhúzó. Ugye ez már a harmadik.
szakasza a pályának. És akkor majd egy utolsó előtti közepes gyorsaságú kanyar, és majd egy lassú kanyar után célegyenes. És Fazekas Miklós megnyeri a futamot. Ebben a pillanatban átalad a célvonalon. Tehát a futam nyertese Fazekas Miklós. És a második helyen érkezik Sulik Levente. És most fog ráfordulni a célegyenesre Nemes Zsolt a harmadik helyen. Őt követi majd a negyedik helyen Malek Zsolt. Azért kell teljesíteni a pályát. Utolsó kanyar. Ők Maleket majdnem utolérte Reed Gasser. Sőt, elég közel van hozzá, de már nem fogja megjegyezni, hogy előttük meg tolatva mindegy. Tehát Malek Zsolt beérkezik a negyedik helyre, Reed Gasser József az ötödik, a hatodik helyen Fazekas Bálint, hetedik Pap Viktor, nyolcadik Kökén József, kilencedik Kis Szabolcs, tizedik Szabó György, és 11. Tóth Norbert, tehát ő volt az, aki így tolatva érkezett meg a célegyenesbe, és 12. Mészáros Szabolcs, illetve a kiesők, 13. Szabó 2. György, 14. Salomon László, 15. Hajósi László. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ez volt a DRF GT1 Laguna Seca-i futama, ugye meg a mai napon, ha nem csal az emlékezetem, de azért inkább megnézem. 18 órától PF1-gel magazin műsora fog következni, és majd azt követően 19.30-kor PF1-gel Forma 1 első osztály Szepangból. Addig is köszönjük a figyelmeteket, szervusztok!